Sajnos bő egy évtized elteltével újból megszakad a szekszárdi női kézilabda NB1B-s, vagyis második vonalbeli tagsága. Ami azért, ahogy mondani szokás, az elmúlt bajnoki évad rapszódikus szereplése után bizony benne volt a pakliban. A Fekete Gólyák csapata ugyanis nem tudta kiharcolni a bentmaradást, amíg kieső 10. helyen végeztek a lányok 2018-2019-ben. Az elmúlt években sokszor volt már példa arra, hogy a papíron kieső mégis bent maradt, mert az NB2-es bajnokok többsége anyagi okokból nem vállalta be a magasabb osztályt, és volt sokszor visszalépő az NB1B-ből is. Most nem ez, éppen minden ellenkezője történt. Mivel itt olyan hírek voltak, hogy több csapat nem akar indulni az NB1B-be, ezért beadtuk a jelentkezésünket az NB1B-s tagságra. Ezt ugye végül is a Kézilabda Szövetség nem fogadta el egyértelműen amiatt, hogy a 6 feljutó csapatból csak 2 mondta vissza az indulás jogát. A másik 2 helyet azt viszont ugye az előttünk végzett, 10. helyen végzett csapatok kapták meg. Így az NB2 délnyugati csoportjában folytathatja szereplését 2019-2020-ban a Fekete Gólyák KC. A tavalyi gondok okán és a jelenleg mutatkozó perspektíva közepette nem élik meg ezt kudarcként a csapat házatáján. Úgy gondolom, hogy talán jobb az, hogyha a fiatalok az NB2-ből juthatnak föl, illetve bizonyíthatják azt, hogy milyen tehetségesek, milyen ügyesek, mert azt tudjuk, hogy ügyesek, tehetségesek, ugye ők az NB1B-nek megfelelő ifi másodosztályba bajnoki címet szereztek, tehát nagyon szép eredményt értek el. A szekszárdi kötődésű, itt nevelkedő, mondhatni tehetséges játékosok fejlődésére fókuszálnak ezentúl elsősorban a csapatnál. Persze ahhoz, hogy jól szerepeljenek, mi több megnyerjék a harmadik vonalnak számító NB2-t, szükség van a régiekre is, de már nem mindenkire. Tabajdi Ferenc egyébként szeretné, ha a Tolnáról is visszatérne egy-két volt játékosa. Még tárgyalunk új igazolással, azok is inkább olyanok, akik valamikor itt játszottak, de visszahoznánk őket. Most nem csak Tolnaira gondolok, hanem egyéb is lenne. Tehát például a Kapás Tekla úgy néz ki, hogy Dunajváros egy másik csapaton keresztül most jönne ide. A szurkolók bizonyára örömmel veszik, hogy Tóth Barbara, Nagy Szilvia, Reis Gabriella a régi alapemberek közül jövőre is az FKGC-t erősíti, és sikerült a napokban az elmúlt 2 évben beépített fiatal játékossal, Fehér Tímeával is egyességre jutni a folytatást illetően. Felvetettük, miért nem alakult ki az elmúlt években egy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés az NB1-es nagyklub a Dunajvárosi Kohász Akadémiával. Amire a szándék megvolt, el is indult, de szép csendesen minden abba maradt. Nem lenne rossz, csak hát erre nehéz válaszolnom, hogy úgy, hogy ne bántsak meg senkit, de úgy gondolom, hogy be kéne tartani akkor azokat, amikről tárgyalunk, tehát nagyon jó lenne ez, csak én úgy gondolom, hogy a dunajvárosiak abban a helyzetben csak a saját érdeküket nézték, és hát azért mind a két klubnak kellene nézni azért az érdekeit. Ha ebben nyilván sikerülne egy közös szempontot kialakítani, vagy egy közös gondolkodást, akkor nyilván ez egy jó dolog lenne.